Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Betörés. Több mint 5 millió forint kárt okoztak a tolvajok egy szekszárdi családnak. Magyar Falu Program. 19 millió forintból fejlesztik Kaposszegcsőt. Utcanévváltoztatás. Sem az önkormányzat, sem a lakók nem támogatják a kezdeményezést. Kéményseprés munkaidőben. Bírság járhat, ha az ingatlan tulajdonos nem engedi be a kémét. A Tolnatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Több mint 5 millió forintnyi ékszert, készpénzt és más nagyértékű használati tárgyakat loptak el egy szekszárdi családtól. A házukba törtek be, miközben ők nyaralni voltak. A rendőrség most azt kéri, hogy aki bármit tud a bűncselekményről, jelentkezzen. Ebben a szekszárdi utcában lakik a család, akiktől a több millió forintnyi értéket ellopták néhány napja. Nem tudni pontosan, mikor mentek be a betörők az ingatlanba, a család éppen nyaralt ugyanis. Amikor hazaértek, akkor vették észre, hogy óriási károkat okoztak nekik a tolvajok. Közel 5 millió forint értékben különböző értéktárgyakat loptak el. Ezek között készpénzt, aztán számlatömböt, különböző bélyegzőket, valamint számos aranyékszert is. Mutatjuk képeken is, milyen ékszereket vittek el a családházából. Az egyik képen egy hatalmas aranypecsétgyűrű látható, de vastag karkötőt és nyakláncot is találtak a házban. A rendőrség most azt kéri, hogy aki bármit tud a bűncselekményről, jelentkezzen. Személyesen jelentkeznek a szekszárdi rendőrkapitányságon, vagy a Tolna megyei rendőrfőkapitányságon, hívják a 112-es vagy a 107-es segélyhívószámot, vagy amennyiben személyazonosságukat nem kívánják megadni, akkor hívják az ingyenesen hívható telefontanú hívószámát. Úgy tudjuk egyébként, hogy a megkárosított család tagjai azt tervezik, hogy nyomravezetői díjat is felajánlanak annak, aki bármit tud az ellopott értékeikről. A nyár a fesztiválok szezonja, rengetegen látogatnak el hosszabb, rövidebb időre az ország hatalmas tömegrendezvényeire. A rendőrség viszont arra figyelmezteti a fesztiválozókat, hogy legyenek óvatosak, mert könnyen bűncselekmények áldozataivá válhatnak. Több százezeren keresik fel nyaranta az ország különböző fesztiváljait, a többnapos zenés rendezvények látogatása viszont akár rémálommá is válhat. A gyanútlan fesztiválozók ugyanis könnyű prédáknak számítanak, például a rendezvényekre specializálódott tolvajok számára. A rendőrség alosztályvezetője szerint viszont nem csak azt fontos megtudni még az indulás előtt, hogy például mit lehet és mit nem lehet bevinni egy-egy fesztiválra, hanem az is hasonlóan lényeges, hogy különösen figyeljünk oda az értékeinkre. Érdemes gondoskodni a járművek, ha járművel megy, járműveknek a biztonságos tárolásáról, a parkolóban zárt autót hagyjanak ott, ne hagyjanak értékeket, és hogyha mondjuk kerékpárral közelítik meg a helyszínt, akkor használják a biciklitározókat, és zárják le a kerékpárokat is. Hasonlóan fonos az is, hogy csak annyi pénz és más érték legyen a fesztiválozóknál, amennyire előre láthatóan szükségük lesz. Fizetéshez lehet használni bankkártyát, nem feltétlenül szükséges nagyobb készpénzt maguknál tartani, de ma már elég népszerű a fesztivál szervezők körébe különböző fesztiválkártyák használata, ez minden szempontból előnyös, és biztonságos fizetésre ad lehetőséget. És az szakértő szerint a megérkezéskor érdemes átnézni azt is, hogy merre találhatóak a katasztrófavédelem által kijelölt menekülési útvonalak. Ismét nagyon drágult a benzin és a gázolaj ára szerdán. Az emelés után a két termék szinte azonos áron kapható. A benzin literje bruttó 7 forinttal került többe, így annak átlagára 397 forint. A gázolaj ára bruttó 5 forinttal emelkedett, ami így 398 forintos átlagos árat idézett elő. Az üzemanyagok árai legutóbb múlt héten nőttek. Kaposszegcső egyike azoknak a településeknek, amik a Magyar Falu Programnak köszönhetően fejlődhetnek. A kaposmenti faluban a művelődési házat újítják fel 19 millió forintból. Ide egy ajtót tervezünk, amivel egy raktárhelységet tudunk megcsinálni. A tervezett fejlesztéseiket mutatja Kaposszegcső polgármestere. A település sikerrel pályázott a Magyar Falu Programra, ami kulturális és közösségi terek fejlesztését teszi lehetővé. Kaposszegcső 19 millió 760 ezer forintot nyert, ennek a nagy részét a művelődési házra fordítják. A közösségi ház épület felújítására fogunk 14 millió 778 ezer 638 forintot fordítani. Itt a belső terek fogunk másképp kialakítani, a meglévő
számítástechnikai termet le fogjuk zárni, egy raktárhelységet fogunk kialakítani. A művelődési házon azonban rengeteg a tennivaló. A belső terekben a járólapok süllyedését szeretnék kijavítani, és klímát vesznek, mert a település polgármestere szerint a hőségnyáron elviselhetetlen a teremben. Kívülről pedig új homlokzati szigetelést kap az épület. Csapó Gyuláné azt mondja, a Magyar Falu program jót tesz a kisebb települések infrastruktúrájának, ezért örül, hogy nyertek. Olyan lehetőséget biztosít nekünk az önkormányzatnak, hogy a település lakossága felé úgy tudjunk nyitni, hogy amit meg is érdemelnek, hiszen ebben a faluban a lakosság tényleg normálisan határidőre fizeti az adót, abszolút nincsenek nagy kirívó eseteink. A dombovári járásban Kaposszekcső nyerte el a legmagasabb összeget a Magyar Falu program első pályázatán. A programra az 5000 vagy ez alatti lélekszámú települések jelentkezhettek. Tavalyhoz képest 20-30 ezerrel nőtt a parlagfűre allergiások száma, és a gyomnövény virágzási időszakának még korán sincs vége. Ezt Nékem Kristóf allergológus állítja. A parlagfűre allergiások jelentős része a fiatal, még felnövő generációból kerül ki. Szakértők szerint emiatt is lenne szükség országos allergia rizikó térképre, mert annak segítségével hatékonyabban lehetne szervezni az ellátást és a pollen csökkentést. Az allergiás tünetegyüttes csökkentése érdekében érdemes az allergiát okozó növény virágzása előtt 2 héttel elkezdeni a szükséges gyógyszerek szedését. A Tolnamözsi Komját Aladár utca nevének megváltoztatását kezdeményezte a Magyar Patrióták Közössége. Az önkormányzat nem támogatta az indítványt, de állásfoglalást kérte a Magyar Tudományos Akadémiától az ügyben. A lakók viszont felháborodtak, amiért a Patrióta Közösség meg akarja változtatni a lakóhelyük nevét. 36 évig nem zavart, akkor most se zavar. Pukszer Edenné véleménye nem egyedi az ügyben az utcában. Az itt lakó szomszéd, aki nem volt hajlandó vállalni a szereplést, azt mondta, ők úgy jöttek, hogy ennek az utcának már akkor is Komját Aladár volt a neve, és nincs oka változtatásra. A Magyar Patrióták Társasága mindezt másképp gondolja. Ők levélben kérték a kormányhivatalt a névváltoztatásra, aki az önkormányzathoz utalta a döntést. Hát ha eddig jó volt, és eddig ott jól érezték magukat, akkor én nem gondolom, hogy ezen változtatni kellene. Komját Aladár költő több irodalmi alkotás szerzője, és az első világháború alatt a szocialista antimilitáns mozgalom tagja volt, és később az 1919-ben alakult írói direktóriumnak is. A város önkormányzata az akadémiához fordult állásfoglalásért, bár döntésük szerint nem kívánják támogatni a névváltoztatást. Bankoktól elkezdve a társadalombiztosító és adóhatóságon keresztül mindenhová be kell jelenteniük az új lakcímüket, tehát ez rengeteg idővel fog járni, ugyan tudomásom szerint nem kerül ez pénzbe, de hát akkor is rengeteg idő. A lakók azt mondják, először az ő véleményüket kéne kikérni az ügyben. Július közepén megkezdődött az őzeg nász időszaka, amikor az állatok sokkal aktívabbak és figyelmetlenebbek, így az autósok számára is nagyobb kockázatot jelentenek, hívja fel a figyelmet a rendőrség. Ebben az időszakban a nap bármely szakaszában találkozhatnak a közlekedők az állatokkal az utakon, akár a lakott területek közvetlen közelében is. A korábbi évek tapasztalatai alapján nyáron a vaddal történő ütközések száma emiatt is növekszik, ezért fontos, hogy ne csak a vadveszélyt jelző táblákkal ellátott útszakaszokon közlekedjenek óvatosabban a sofőrök, hanem az erdősávok, termőföldek mellett is. Folyik a Bonyhádiak kedvenc parkjának, a Perccel kertnek a felújítása. Az itt található városi könyvtár tetőszerkezetének átépítése után már a gyerekek új játszótere is elkészült, és hamarosan a sétányok is régi fényükben tündökölhetnek. Hosszú évek óta nem történt itt változás, de most eljött az idő a megújulásra, mondta Filóni Ferenc Ibolya, a Bonyhád polgármestere. A Bonyhádiak közkedvelt parkja, a Perccel kert lassanként majd megváltozik. A gyerekek már birtokba vehették az új játszóteret, a parkban lévő könyvtár tetőszerkezete is újjá alakult, és lassacskán az utak burkolata is új borítást kap. Idén 3 szakasz fog megújulni, itt a mellettünk látható épp készül el, és a Solymár Imre Vási könyvtárat körülövező, illetve ahol most állunk, ami a játszótérre vezet, ez a rész fog térkővel elkészülni, és bízom benne, hogy a jövőben tudjuk ezt majd folytatni, hogy egy egységes, modern és jól bejárható
sétány és sétautak legyenek a parkban. A Völcségi Könyvfesztivál már a helyi érték része, éppen ezért a környezetnek is meg kell felelni ennek a rangnak, mondta Filóné Ferenci Baja. A beruházás pályázati forrásból tudott megvalósulni, de a kezdeményezéshez a helyi civilek is támogatást nyújtottak. A tetőszerkezet, a játékok és a sétányok felújítása 60 millió forintba kerültek, míg a parkosítás költségeihez járulnak közel 2 millióval a civilek. A tervek szerint rövidesen az őshonos fák is kis táblát kapnak, mint egy igazi arborétumban, és hamarosan egy kiadvány is megjelenik majd a Perczel kertről. 5 milliárd forintot biztosít idén a kormány a szociális célú tüzelőanyagprogramra. Ezt a belügyminisztérium önkormányzati államtitkára jelentette be. Pogácsás Tibor azt mondta, a támogatásra az 5000 lélekszám alatti önkormányzatok pályázhatnak. A pénz tűzifa, illetve barna kőszén megvásárlásához igényelhető. A gyakorlat azt mutatja, hogy az önkormányzatok a pályázatok során 180-200 ezer családnak juttatnak 2-3 hónapra elegendő tüzelőanyagot. Minden fűtési szezonban tragédiákhoz vezetnek a nem megfelelően karbantartott kémények. Az esetleges beavatkozásokat ilyenkor szezonon kívül érdemes elvégeztetni. Tolna megyében is évről évre nő a kéménytüzek száma. 2016-ban 41, 2017-ben 44, 2018-ban pedig 27 esetben vonultak a tűzoltók kéménytüzekhez Tolna megyében. Idén eddig 17 kéménytűz történt. Az ok majdnem minden esetben a gondatlanság, pedig az ellenőrzések ingyenesek. Sok esetben azonban a kéményseprők nem jutnak be az ingatlanokba a két általuk megadott időpontban sem. Kéményseprők járják a társasházakat májustól augusztusig. Ilyenkor modern eszközökkel átvizsgálják a kéményeket, fűtőberendezéseket, sőt a tűzmegelőzésen túl energetikai, légellátási tanácsokkal is ellátják a lakosságot, már ha el tudják ezt az ellenőrzést végezni. Egy felmérés szerint a kötelezett társasházi lakások 17%-ában nem jutnak be a kéményseprők, pedig két időpontot is megadnak az ellenőrzésre. A kéményseprő egy újbóli értesítést fog kihelyezni, egy második időpontot felajánlva, hogyha ezt követően sem tudja valaki fogadni a kéményseprést, akkor a következő értesítőn egy olyan lehetőséget talál, hogy 30 napon belül köteles időpontot egyeztetni a kéményseprővel. Ha ezt nem teszi meg, akkor a kéményseprő átadja az ügyfél adatait a megyei hatósági osztálynak, aki iratbemutatásra fogja felhívni az ügyfelet. A fő szabály szerint, ha a kéményseprők nem jutnak be az egyik általuk megadott időpontban sem a lakásba, akkor több 10 000 forintos bírságot is kiszabhatnak. Információink szerint ugyanakkor ilyenre nem nagyon volt példa Tolna megyében. Akkerman Zsuzsanna azt mondja, különbséget kell tenni az ingatlanok között a szerint, hogy be van-e oda jegyezve gazdasági szervezet. Ha társasházról beszélünk és nincs ilyen szervezet oda bejegyezve, akkor a kémények ellenőrzése a tulajdonosnak nem kerül pénzébe. Szintén ingyenesen ellenőrzik a kéményeket a szakemberek, ha a családi házban nincsen bejegyezve gazdasági szervezet. Ráadásul ez önkéntes is, vagyis a kéményseprő akkor jön, amikor a tulajdonos időpontot foglal. Ha azonban a családi vagy éppen társasház valamilyen szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe, akkor az ellenőrzés kötelező. Ez azt jelenti, hogy a kéményseprést kötelesek vagyunk megrendelni, ugye szilárdtüzelési fűtőegységnél évente, gázüzemű berendezéseknél 2 évente, és ezért a munkadíjat ki kell fizetni. Társasházak esetén érdekesebb a helyzet, hiszen ott már tervezetten zajlik a kéményseprés, ez azt jelenti, hogy a kéményseprő egy értesítés alapján a társasházat felkeresi, kiírja az értesítést, és akkor az ott lévő lakásokat fogja vizsgálni, azoknak a fűtőberendezéseit. A katasztrófa védelem javaslata szerint érdemes előre megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Ugyan még a kellemes nyári napokat éljük, de közeleg a fűtési szezon, és az ellenőrzésekkel megelőzhetőek a kéménytüzek, szénmonoxid mérgezések. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Strandlopások, besúranó tolvajok, gépkocsi feltörések, nyáron megszaporodhatnak a bűncselekmények. Akár 3 év börtönt is kaphat az olimpikon, nyelvvizsgát hamisított a diplomaszerzéshez. Világzene, 20 ország zenészei muzsikálnak a Babel Soundon.
A szórakozási lehetőségek mellett a bűncselekmények is megszaporodhatnak a nyár folyamán, ezért fokozott figyelemre hívja fel a figyelmet a rendőrség értéktárgyaink, személyes biztonságunk védelmében. A strandlopások, a besúrolásos lopások, a gépkocsi feltörések minden nyáron visszatérő problémát, veszteséget jelenthetnek bárki számára. A zsúfolt strandok, az őrizetlenül hagyott táskák és strandfelszerelések kiváló alkalmat teremtenek a tolvajok számára. Fontos, hogy értékeket, mobiltelefont, pénztárcát, nagyobb összeget ne vigyünk magunkkal a vízpartra. Ugyanilyen veszélyt jelent a véletlenül vagy tudatosan nyitva hagyott ablak, ha nyaralni megyünk. Ez kedvez a besurranásos lopásoknak, mondja a dr. Vitális Ágnes, rendőralezredes. A strandon keressék meg az értékmegőrző szekrénykéket, általában a legtöbb strandon ilyen található, és hogyha visznek magukkal értéket, akkor mindenképpen helyezzék el ott. De egyébként azt is ajánljuk, hogy ha lehet, akkor fölösleges értékes holmit ne vigyenek magukkal a strandra, tehát ott valószínűleg nem lesz szükség egy második, harmadik telefonra, vagy tabletre, vagy esetleg nagyobb pénzösszegre. Tényleg csak a minimális értékeket érdemes a strandon magunkkal vinni. Hogyha esetleg nincsenek értékmegőrző szekrények, akkor pedig a társaságból valaki mindig maradjon a csomagokkal, az értékekkel, amíg a többiek fürdenek, addig valaki maradjon kinn a parton és vigyázzon ezekre. Fontos beszélni a gépkocsik nyitva hagyott ablakainak köszönhető lopásokról, autófeltörésekről. Ha az ablak vagy az ajtó véletlenül nyitva marad, nagyon egyszerű dolga van a tolvajnak. Sok magánlakásban, családi házon már vagyonvédelmi kamera is van. A rendőrségnek a bűnözők megtalálása, elfogása esetén sokat segítenek ezen kamerák felvételei. Az utóbbi időszakban több olyan ügyünk is volt, amelyet kamerafelvétel segítségével tudtunk felderíteni. Ilyenkor az elkövető általában látszik a felvételeken, és hogyha ezek a felvételek értékelhetőek, esetlegesen éjszakai felvételeken is jól látható az elkövető, akkor ez nekünk nagyon nagy segítséget jelent. Javasolni szoktuk azt is, hogy lehetőség szerint ugye a kamera egy felvevő egységgel is legyen összekapcsolva, hogy megmaradjanak legalább néhány napig az elkészült felvételek. Olyan rendszerek is vannak ma már a mobiltelefonokon, amelyeken a lakástulajdonos figyelni tudja, mi zajlik az otthonában. Ezeket is érdemes rátelepíteni telefonjainkra, teszi hozzá a Pécsi Rendőrkapitányság megelőzési alosztályvezetője. Az értéktárgyaink megóvása elsősorban saját feladatunk, ezért például a hétvégén július 19-én 8-tól délig ingyenes kerékpár regisztrációt tartanak a Pécsi Rendőrkapitányságon, a Varga Damján utca 3-ban. Nyelvvizsga bizonyítványt hamisított az olimpikon, így akart diplomát szerezni a Pécsi Egyetemen. Ezért a Pécsi Járási Ügyészség közokirat hamisítás büntette miatt emelt vádat ellene, akár 3 év börtönt is kaphat a törvény szerint. Információink szerint egy olimpikon cselgáncsozó próbálkozott hamis nyelvvizsga bizonyítvánnyal megszerezni az oklevelét a Pécsi Tudományegyetemen. Már évek óta próbálkozott, hogy letegye a kötelező nyelvvizsgát, de nem sikerült neki. A férfi élsportolóként végzett a Pécsi Tudományegyetemen még 2010 évben, azonban a diplomáját nem kapta meg, nem tudta megszerezni, ugyanis nyelvvizsgával nem rendelkezett. Az évek alatt többször próbálkozott a nyelvvizsga letételével, azonban ez nem sikerült neki, ezért 2017-ben elhatározta, hogy más módon próbál nyelvvizsga bizonyítványt szerezni, mégpedig oly módon, hogy hamisított egy ilyen bizonyítványt. Az interneten egy ismeretlen személlyel kapcsolatba került, majd az adatait megadta, és ezt követően Budapesten vette át a hamis nyelvvizsga bizonyítványt. Ezt ez év tavaszán vitte be az egyetem tanulmányi osztályára. Azonban ott hamar kiderült az ellenőrzés során, hogy hamis az irat, amely angol középfokú, sikeresen letett nyelvvizsgáról tanúskodott. Az élsportoló cselekedete kimeríti a közokirat hamisítás büntetét. Ez a cselekmény 3 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. Az ügyben most emelt vádat a Baranya megyei főügyészség. Támogasd az iskolakezdést ott, ahol a legnehezebb a szeptember. A Baptista Szeretetszolgálat a tanév végén hirdette meg akcióját, melynek során új vagy jó állapotú iskola és tanszereket gyűjthettek a baptista fenntartású intézmények tanulói és a pedagógusok. A Pécsi Cserepka iskola az országos verseny 2. helyén végzett, ezzel több mint 100 hátrányos helyzetű fiatal iskolakezdését könnyítik meg. Minden gyereknek meg kell adni az esélyt, hogy teletáskával kezdje az új tanévet, jól tudják ezt a Cserepka iskolát.
iskolában. Táskák, füzetek, írószerek, könyvek és toltartók. Mindezeket az intézmény tanulói, a pedagógusok és természetesen a szülők gyűjtötték össze a tanév végén, hogy azokat segítsék, akik ezeket nem tudták volna megvenni. Az akciót a Baptista Szeretetszolgálat hirdette meg saját fenntartású iskolái között. Baptista iskola lévén nem volt kérdés, hogy csatlakozunk ehhez a gyűjtéshez. Mindenképpen szerettünk volna segíteni, dolgoztunk már mi is hátrányos helyzetű tanulókkal, így tudjuk azt, hogy mennyire nehéz tulajdonképpen a szülők és számukra az iskola kezdés, illetve a tanévkezdés. Nagyon hálásak vagyunk a szülőknek és a diákjainknak, hiszen a segítségükkel rengeteg füzet, iskolatáska, toltartó, tanszer, írószer gyűlt össze, így több mint 100 gyermeknek tudjuk megkönnyíteni az iskola kezdését. A gyűjtésnek és egy pécsi papíripari cég felajánlásának köszönhetően az iskola az országos versenyben az előkelő második helyet szerezte meg, de a pedagógusok a saját diákjaiknak is szeretnének kedveskedni az iskola kezdésre. Fejlesztő játékokat festettek fel az udvaron. Hát a legelején ugye a szokványos régi módi ugróiskola van, amit színekkel emeltünk ki. Ennek nem csak az a jelentősége, hogy végig mennek a gyerekek ugrálva, hanem az egyensúlyozási készségüket is fejleszti. Az összetett feladatsor több részképességet fejleszt, mint például a térbeli tájékozódást, az egyensúlyozási készséget vagy a koncentrációt, de a gyerekek mozgás kultúráját is bővíti. Én egyrészt azt gondolom, hogy mind a szabadidős tevékenységben, mind az órai keretekben fontos jelentősége van annak, hogy játszva tanítsuk meg a gyerekeket, és ez pedig egy olyan lehetőség, amit hogyha majd megismernek, akkor az önálló játékuk során is önmagukat fejlesztik játékkal tulajdonképpen. A tervek szerint az iskola udvarát még több fejlesztőjátékkal és egyéb sporteszközzel is bővítik a közeljövőben. Ismét a világzenéjé a főszerep július 15-e és 21-e között Balatonbogláron. Közel 20 ország zenészei hozzák el a tradicionális vagy a modern kor muzsikáját a Babel Sound Fesztiválra. Napközben a túlparton interaktív hangszer és nemzetiségi bemutatón vehetnek részt az érdeklődők, esténként pedig koncertekkel várják a turistákat. Idén többek között Indonézia, Törökország, Olaszország és Marokkó költözik ki a Platán strandra. Az úgynevezett szárod Észak-India egyik legelterjedtebb pengetős hangszere. Ezzel és a különböző népek zenei hagyományaival is megismerkedhetnek az érdeklődők Balatonbogláron. A hangszereket a gyerekek is kipróbálhatták. Fantasztikus hangja van, és hogyha belegondolunk a hagyományokba, hogy több száz éven keresztül fejlesztették ki ezeket a hangszereket vallási és önmaguk szórakoztatására az emberek. Tényleg fantasztikus belegondolni. A jurtában a magyar népzenét és a hagyományokat elevenítik fel egész héten. Kicsiknek, nagyoknak, a vendégül jövő művészeknek és a családoknak, a család minden korosztályú tagjának ő sikerüljön benne olyan programot csinálni, ami lekötheti, és ezzel kapcsolatban egyrészt magyar népdalok megtanulására van lehetőség a külföldi vendégművészek számára, felfedezésre, tehát a külföldi vendégművészekkel együtt lehet improvizálni, zenei együttműködéseket kitalálni. Törökországtól Szenegálig 20 ország kultúrájával ismerkedhetnek meg az érdeklődők a 9. Babel Soundon. Je suis musicien, je joue de la cora. Harmadik alkalommal vagyok itt a barátaimmal, az zenésztársaimmal a Balatonnál a Babel Soundon. Nagyon örülök, hogy idén is meghívtak, hiszen ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy más zenészekkel megismerkedjünk, tanuljunk egymástól. Emellett a közönséget is szórakoztathatjuk. Musicalement parlant, on apprend plein de choses. A cél, hogy közelebb hozzák más országok hagyományait. A fesztivál célja elsődlegesen az, hogy idegen kultúrákat mutassunk be az ideérkezőknek. Idén 46 zenekar lép fel, 18 országból hívtunk meg együtteseket. Ugye a Babelnek egy rendkívül különlegesség, hogy nem csak koncertezni hívjuk meg az ideérkező zenekarokat, hanem eleve úgy küldjük a meghívót, hogy töltsenek velünk egy hetet, és itt velünk együtt élik meg a fesztivált. Beszállnak a napközi programokba is néha egyébként, tartanak is programot, és tavalyi évtől már nekik, az ő részükre is van egy külön sátorban egy program, ahol a magyar népzenével pedig őket ismertetjük meg. Az ingyenes programokkal egészen vasárnapig várják az érdeklődőket. Végül mutatjuk újra röviden, miről szólt a híradó.
Betörés. Több mint 5 millió forint kárt okoztak a tolvajok egy szekszárdi családnak. Magyar falu program. 19 millió forintból fejlesztik Kaposszegcsőt. Utcanévváltoztatás. Sem az önkormányzat, sem a lakók nem támogatják a kezdeményezést. Kéményseprés munkaidőben. Bírság járhat, ha az ingatlan tulajdonos nem engedi be a kéményseprőt. Csütörtökre változékonyabb időkör vonalazódik. Reggel délelőtt kelet felé halad a szakadozott, változó vastagságú, szorványosan záporokat, zivatargócokat is adó felhőzet, majd kisüt a nap. Este éjjel nyugat felől ismét felhősödésre és szorványosan kialakuló záporokra, zivatargócokra kell készülni. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!